Ez mind a hármunknak egy ilyen nagyon komfortzónából kibillenés, és én egyébként direkt ezért kerestem is ezt a helyzetet, hogy ne legyek bele kényelmesedve abba, hogy ülök otthon a számítógépem előtt. Sokszor volt az, hogy egy nagyon rossz nap után egy jó kommentátor nagyon fel tudja dobni az ember kedvét, és igazából engem így ez motivált először. Megláttam ugye a programot az oldalon, és mindig is nagyon érdekelt a kommentátorkodás, idegenvezetőként is sokat dolgoztam. Beszélni én is nagyon szeretek, reméljük, hogy tudok is valamennyire. Én nagyjából 8 éves korom óta játszom, én vidéken nőttem föl, és ott még a helyi teleházban lehetett járni, Mortal Kombatozni. Egyetem alatt így a League of Legends magával ragadott, így csöppentem bele az e-sport világába, eleinte nézőként, néha-néha játékosként is, nagyon amatőr játékosként hozzáteszem, de azért próbálkoztam, és március óta streamelek aktívan, Valorantot, Escape from Tarkovot, és májusban jelentkeztem a Queens of Voice programba. Én úgy találkoztam egyébként a gamer világgal, nagyon pici voltam, nekem van egy bátyám, és akkor igazából innen nincs több mesélnivalóm szerintem. Nagyon sokat játszott, anyukám és apukám is nagyon sokat játszik számítógépes játékokkal. Én amikor még általános iskolás voltam, akkor volt egy olyan opció, hogy informatika órán nem tanultunk, hanem Counter-Strike 1.6-ot nyomtunk helyette, és akkor hát igazából úgy kezdtem. Nálam is gyerekkoromban kezdődött ez az egész, viszont nekem nem játékosok a szüleim, és nem is nagyon támogatták az elején ezt az egészet, főleg, hogy én lányként ezeket az ölős játékokat szerettem, most így leegyszerűsítve a dolgot. Én Metinnel kezdtem egyébként, Metin 2-vel. World of Warcraft-oztam, League of Legends-el nagyon sokat játszottam, azt még gimibe kezdtem el, és hogy elkerültem az egyetemre, ugye egy kicsit kihagyott az életemből ez a League of Legends, ugye sokkal több időt vesz igénybe mondjuk egy LOL match, mint mondjuk egy Overwatch, és én akkor váltottam Overwatch-ra gyakorlatilag, ott ugye sokkal rövidebb idő egy mérkőzés. Hát nekem így jöttek a játékok, és mindig megragadtak, ahogy volt időm, mindent kipróbáltam, meg még most is igyekszem mindennel játszani. Megláttam ugye a programot az oldalon, és mindig is nagyon érdekelt a kommentátorkodás, idegenvezetőként is sokat dolgoztam. Beszélni én is nagyon szeretek, reméljük, hogy tudok is valamennyire, mert ugye tolmácsképzésen is részt veszek, azért ott sem mindegy, hogy mit meg hogy mondja az ember. Nagy unszolásra nekem is a párom segített, végül rábeszélt, mert ahhoz is kellett egy kis segítség, hogy magát a szöveges jelentkezést elküldjem. Majd miután megjött a kérés, hogy ugye hát videót is kell forgatni, bemutatkozás, meg egy próba, kasztolás, valamilyen gémre, és hát leforgattuk rengetegszer azt a videót, és nekem a végére elegem lett belőle, és sokatszor a párom leült, összevágta, és azt mondtam, hogy jó, oké, küldjük be, lesz, ami lesz, aztán végül is itt vagyunk. Engem mindig is érdekelt ez a kommentárkodás. Nekem nagyon sokszor volt olyan érzésem, amikor néztem külföldi közvetítőket. Sokszor volt az, hogy egy nagyon rossz nap után egy jó kommentátor nagyon fel tudja dobni az ember kedvét, és igazából engem így ez motivált először, hogy megpróbáljam, meg a többiek, mert én magamban nem nagyon hittem egyébként ezzel kapcsolatban, viszont nagyon sokszor megkaptam, hogy tök jó lennél egy kommentátornak, mert hogy ilyen kis színes folt vagy így a világban, és nekem nem is ez a célom vele, hogy én ilyen kis egyöntetű kommentátor legyek, úgymond, aki ez az ilyen nagyon nyers, nagyon száraz. Én hiszek abban, hogy egy kommentátor lehet vicces is, és igenis valamikor kell az, hogy egy kicsit poénosabban lássuk a világot. Az első ilyen nemzetközi közvetítéseknél, amikor megláttam a Sákszot a színpadon, ő nekem azóta is egy ilyen nagyon nagy példaképem, szerintem ő egy lenyűgöző nő, tényleg egy értelmes, okos, gyönyörű, szép, nagyon jó hallgatni, ahogy beszél, szóval ő egy annyira jó jelenség, és azóta követem egyébként az ő munkásságát, és annyira azt éreztem, hogy ez itthon nagyon hiányzik. Úgy gondolom, hogy egy nagyon egyedi lehetőséget kaptunk itthon, amiért mind a hárman nagyon hálásak lehetünk, és biztos vagyok benne, hogy nagyon keményen fogunk dolgozni azért, hogy legyen helyünk itthon az e-sportban, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy mind a hármunkból a lehető legjobb e-sport kommentátor váljon, akár abban a játékban, amit választottunk, vagy akár később más játékokban, ahova az élet sodor majd minket. Szerintem ez mind a hármunknak egy ilyen nagyon komfortzónából kibillenés, és én egyébként direkt ezért kerestem is ezt a helyzetet, hogy ne legyek bele kényelmesedve abba, hogy ülök otthon a számítógépem előtt, és akkor minden megszokott, minden úgy van, ahogy én akarom. Voltak már abban is nehéz helyzetek, hogy mondjuk a próba munkát leadjuk, ugye ezt az 5-6 percnyi kommentálást. Viszont én nagyon abszolút olyan személyiség vagyok, hogy engem nagyon inspirál az, hogyha ki kell lépnem a komfortzónámból, meg nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy mire hogyan reagálok. Úgyhogy
igyekszem azon dolgozni, hogy idő után ez váljon a komfortzónává, aztán a váratlan helyzeteket is a lehetőleg kényelmesebben tudjam kezelni majd. Én szeretek új emberek közt lenni, meg ugye az idegenvezetés is egy olyan dolog, hogy az ember nem találkozott előtte soha azzal a 15, 30, 60, 120 emberrel, akik odajönnek és szeretnének valamiről valamit megtudni. Azért nekem a legnagyobb félelmem vagy problémám talán ez a kamerával van, mert én ugye nem régóta streamelek, tehát nekem furcsa, hogy egy kamerán keresztül kell mindent átadnom, nekem inkább a személyes beszélgetés az egyszerűbb. Na most például ebben a környezetben is, most voltam először ilyen hatalmas stúdiókamerák környékén egyáltalán, életemben másodszorra van a kezemben ma mikrofon, rendes mikrofon, tehát hogy még nyilván nekem is van mit fejlődni ezen a téren, de én elég komfortosan érzem magam. Nem tudom, hogy én még hova fogok fejlődni, minden lehetőséggel szeretnék élni, én elég magyarázós típus vagyok, szeretek elemezgetni, úgyhogy hogyha ilyen irányba is majd megfelelőnek tartanak a mentorok, vagy esetleg ilyen irányba sikerülne elmozdulnom, akkor szerintem inkább ilyen elemzőként talán kicsit többet tudnék hozzátenni a dolgokhoz, de aztán lehet, hogy kiderül, hogy akciókommentálásra is jó leszek, de az én hangom az általában ilyen egy tónuson marad, én nem nagyon emelem fel, nem nagyon kiabálok, és talán ilyen szempontból így az érzelmeket nem közvetítem olyan jól. Én csak annyit mondanék, hogy szerintem én nagyon sok boldog percet tudnék adni, mert az én személyiségem az elég pozitív. Én sem tudom még Lilihez hasonlóan, hogy hova fogok fejlődni, meg mi lesz belőlem. Engem elvisz a hív kommentálás közben. Sőt, hogyha valaki kommentál, mondjuk legyen az egy foci meccs, vagy egy e-sportmérkőzés, én közben is ordibálok. Én nagyon-nagyon-nagyon maximalista vagyok, sőt, perfekcionista, ami még rosszabb. Én nem csak egy női kommentátor akarok lenni, hanem egy olyan női kommentátor, aki szakmailag 100%-ig ott van és felkészült, és hogyha rossz a kedve, akkor is végigcsinálja az adást, hogy nem ront el egy szót sem, vagy maximum, csak tényleg ilyen nagyon minimálisan, nem őzik végig, csak amennyire tényleg a helyzet hozza. Úgyhogy én nagyon magasra tettem magamnak a lécet, de tényleg vagy jól csinálom a Queens of Voice-ot, vagy sehogy.